Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, és jön Warframe elmebeteg Survivor játék 3 Valkyrrel. Úgy döntöttük, hogy elmegyünk egy órás Survivorra, hajnalok hajnalán volt, ezért kényelmesre fogtuk, meg nem találtunk magunknak egy negyedik embert, úgyhogy menjünk Valkyrrel, és akkor mentünk Valkyrrel. Ennek az utolsó 20 percét, Survivornek az utolsó 20 percét láthatjátok, mivel ugye Shadow Player az utolsó 20 percet vissza lehet menteni. Érdemes végignézni, és azért érdemes megnézni, hogy hányas szintű mobok jöttek már, és ez már az a szint, ahol a három Valkyrnek, tehát még egy Valkyrnek is csapatjátékban kell gondolkodnia, hogyha túl akarja élni. A legnagyobb ellenfeleink azok pedig a Nullifierek voltak. Na most, hogy hogyan modoltam én, Speckó, ezt a Valkyrt, érdemes elugrani a csatornámra, megnézni a Warframe promodalások videót, és ott ki fog derülni, hogy mivel lehet eddig eljönni. Attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a szinten a Rage és a Lifestrike kombinációja már kevésnek bizonyul még a Valkyrnél is, hiába Warcry ide vagy oda, Rage Ravenscrike nem működik annyira, mivel hardba lőnek, szóval ezen a szinten igyekeztünk többnyire sokszor úgy elintézni a Nullifiert, mivel hogy nekem volt Lifestrike-om és Rage-em a Valkyrömbe egyedül, mert a másik, ez a három Valkyr közül az egyikben még Orokin reaktor sem volt, nemhogy olyan modok, amelyek még megfelelnének egy ilyen szintű Survivor-re, ez is csak az bizonyítja, hogy a legújabb frissítések óta a Valkyr egy tényleg valóban elpusztíthatatlan karakter, amivel a végletekig ki lehet bírni, és itt ragadnám meg azt a nagyon lényeges üzenetet, amiről szeretnék beszélni nektek itt a Warframe-ben, és annó csináltam egy ilyet a Battlefield TNA tagoknak is, és ahogy elnézem, azért szükség van rá, hogy beszéljünk erről a Warframe TNA tagokról, és mégpedig, hogy miről lenne szó? Röviden arról, hogy hülye gyerekekre nincs szükség. És most egy kicsit elnézést a szavaimra, akinek nem ingen, ne vegye magára című videó, de amire ezzel a videóval végzek, szeretném, hogyha azok az emberek, akik magukra vették mindezeket az üzeneteket, ki is lépnének a klánból. Azért, mert annó ugye csináltam BF4-ben egy ilyen videót, az a videó az arról szólt, hogy mivel nagyok vagyunk már, több mint 200 fölött jártunk már a Battlefieldben, a Steamen is már nagyon sokan voltunk, ezáltal a többi klán vagy közösség lassan kezdte felfedezni a nevünket, kezdte megjegyezni a nevünket, és ezáltal ugye tényleg egy komolyabb közösséget képviseltünk a Battlefield világán belül, és mint ahogy az úgy van, minden közösségbe kerülnek be olyan elemek, akik viselkedésükkel más embereknek a nem tetszését váltja ki, és igazából az nem csak más emberek nem tetszését váltja ki, hanem egy közösségre is vet egy fényt, tehát egy ember idióta viselkedése az egy egész közösségre vetett fényt. Úgyhogy annól csináltam egy videótól, szépen megkértem a tagjaimat, hogy tartsanak be egy etikai szabályzatot a játékon belül, tiszteljék a társaikat a játékon belül, mindegy, hogy TNA-sok vagy éppen nem TNA-sok, mert azzal a közösségünkre egy jobb fényt vetünk. És ez nagyon lényeges dolog a Warframe világán belül is, srácok, és ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni. Létrehoztunk, mikor beléptetek a TNA-ba, nem igazából sokaknak is írtam, akik engem kértek meg, hogy hozzam be őket a TNA-ba, mert ugye nálunk, mivel közösség vagyunk, mindenki tud behívni embert a TNA-ba, mindenki, még a legalacsonyabb szintű is tud behívni embert a TNA-ba. Közösség vagyunk, nem elit klán, nem a régi Warframe megrökönyödött szabályait, követjük, üzenet ez azoknak, akik akarják hallani. Ezért bárki bárkit be tud hozni. Viszont ugye akiket én hozok be, sokszor írtam nekik, hogy egy szabályban légy jó fej és tiszteld a társaidat. És ez az alapköve mondhatni az én közösségemnek, amit felépítettem. Nem csak Warframe-en belül, hanem a
TNA többi játékán belül is, tehát a Battlefield-en, Kodokon át, Steam-en keresztül minden játékra, ahol a neved mellett ott van, hogy TNA, vagy úgy érzed, hogy a TNA közösségéhez tartozol, ami alapvetően most már Magyarország egyik legnagyobb ilyen közössége, gamer közössége, akkor tartsd magad egy apró szavázathoz, tiszteld a gamer társaidat. Egészen kis korom óta vagyok gamer, és ezen hosszú idő alatt kialakult bennem egy gamer etikai, amit szeretek betartani, szeretem üzenni vagy átadni azoknak, akik nézik a videóimat. És ez egy nagyon lényeges dolognak tartom mindazok az emberek számára, akik hozzá csatlakoznak a klánunkhoz, úgyhogy ez lenne az egyik üzenetem, hogy nincs szükség a közösségben olyan emberekre, akik bomlasztják. Nincs szükség a közösségben olyan emberekre, akik maguktól nem képesek elérni célokat. Nincs szükség Warframe esetében olyan klántársakra, akik mást nem csinálnak, mondjuk csak mindig valamilyen úton, legegyszerűbb úton, módon próbálják megszerezni maguknak a tárgyakat. Mondok itt egy példát, valamelyik nap rám ír valamelyik klántársam, hogy véletlenül nincsen három darab ilyen-olyan alkatrészen valamelyik Prime fegyverhez. Mondom, ember, hogy van pofád ilyet kérni leginkább? Szóval ilyen esetekből azt kell mondjam, hogy így Warframe belül úgy elég volt, akiről kiderül, hogy valami ilyesmit csinált, azonnal búcsúzunk. Szóval ez a játék azért van, hogy játsz vele és megszerezd magadnak azt, amit szeretnél. Nem beszélve, hogy a Warframe, ha lehetne a Warframe filozófiáját áthelyezni egy kicsit a valóság felé, és most itt térjünk vissza egy kicsit a régi időkre, amikor még a gamer pszichológia videókat csináltam. Ha át lehetne helyezni egy kicsit ezeket a Warframe filozófiát a való életbe, akkor az az, hogyha minél jobban kitolod a határaidat, annál nagyobb lesz a sikerélményed. Hogyha pedig az TNA közösségéhez csatlakoztál, akkor itt más feladatot nincs gyakorlatilag, csak minél jobban kitolod a határaidat, hogy minél nagyobb legyen a sikerélményed. Tehát ez valahol a TNA-nak a célja. Tehát ez most kellett egy ilyen videó a Warframe közösségnek is, mert mint ahogy ez lenni szokott, minden közösségben előbb-utóbb elindul az önfejüskörés, amivel még nincs is baj, amíg azok megtartják azokat a korlátokat, ahol benne maradunk a társaink tiszteletben tartásával, nem beszólogatunk neki, hanem megadjuk a kellő tiszteletet, elfogadjuk a véleményét, és közben, ha nem is értünk vele együtt, akkor nem leanyázzuk, hanem beírjuk neki, hogy bocs, de én ezzel nem értek egyet, és azzal lezárjuk a vitát. Tehát ennyi lenne a nagy üzenet, úgyhogy tehát a mostani lélekszámot elnézve, amire visszalépek mondjuk a játékba, és te megnézted ezt a videót, és te úgy gondolod, hogy ezen hülye gyerekek közé tartozol, akik csak arra valók, hogy egy közösséget bomlasszanak, őket nyugodtan várják a többi klánba, ők nyugodtan kiléphetnek a TNA-ból, addigra én is szeretném látni, hogy néhány ember magától eltávozott, mielőtt mi kiraktuk volna a többi nekromancer, úgyhogy nagyjából ennyi lett volna. Ez most tényleg egy szigorúbb levaszós videó, nem olyan finoman fogalmazott, mint anno volt a BF4-es. Egy kicsit azért, mert néha határozottabban oda kell szólni, azt hiszem, és megint csak mondom, és kihangsúlyozom, és lényeges, ez a közösség, amit nehéz, nem is nehéz, hát igazából egy kitartó munkával felépítettünk itt néhányan, és a többi mind azok, akik úgy gondolják, hogy a TNA-nak az oszlopos tagjai, mindannak a munkájából, nem szeretnénk, hogy olyan emberek tegyék, nem is tegyék tönkre, mert tönkretenni ilyesmit nem lehet, hogyha mindenki dolgozik egy célra. Tehát nem szeretnénk, hogy egy olyan közösség olyan embereknek a mérge szivárogjon be, akik nem hajlandóak, akik közösségben gondolni, vagy egyáltalán olyan elképesztő gondolataik vannak, amíg nem is értem, hogy eddig hogy maradtak életben ezen a bolygón. Na most, köszönöm a figyelmet, továbbiakban élvezzétek a műsort, nagyon érdemleges technika van benne, és mindezt két olyan TNA taggal értük el, kettő másikkal, akikkel lehet csinálni valamit, lehet kitolni a
határainkat, és ezt kell végig gondoljátok, hogy mi az a lépés, és nem csak Warframe-ről beszélek, mi az a lépés, amivel mindig egy kicsit kijebb tudjátok tolni a határokat, mindig egy kicsit jobbak tudtak lenni, mindig egy kicsit többek tudtak lenni, nem pedig a közép vonalban úszni az árral, mert nem vagyunk birkák, igaz? Habár Magyarországon sajnos el kell ismerni, manapság nagyon sok birka van. De ezért vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk és fölülemelkedjünk önmagunkon, és mindig többet teljesítsünk, mint amire azt hiszük, hogy képesek vagyunk, mert sokkal többre vagyunk képesek, mint amit gondolunk saját magunkról. Ez legyen a végső üzenet, élvezzétek a további műsort, köszönöm. Nálam az egyik. Ott a hitnek közösen, itt megbassz. Oké, ez az. Nehetnánk egy ilyen takbert, ez a gajra. Jajjaj. Minket is. Hát érted, tehát ez kecve lett, megbassz. Mindegyik mód, mindennek a pontja. Ketten jön be. De ha ez itt valakinek le kell rakni, és akkor akár nem megy be alá is. A régi is, és valami. 85-200. Meggyalázás. Gyere megy. Sétlet. Lájszik. Hallod, mi lejár? Lájszik. El kell menni a kapcsolatban. Jó, csak hatfaszol. Itt ajándék, hogy lőd. Nulli. De megbasz. Akkor le kell engedni a kontroll. De hallva sétálok a szélén. Kicsit, mint egy kicsit várnál menni, igen. Viszont gyenge. Gyenge. Ha, akkor utána szét lehet, 100. perc sem. Milyen fikség. Hárman. De már mondtam, hogy 80-ig, kezd híre menni 80-ig egyébként. Rájöttek, ahol én szólóba szedsz. A trick kapcsolatok vikerik. Megért, rendben. Halad, Nubi. Nem az, hogy mióta nem fájereket. Azóta csak olyan a lászukot, vagy nem? Miről beszélsz, hogy mi van a húsz? Mondtam már, ki mondta, hogy elmentünk telecig izé, készen könnyedén, hogy olyan 30 perc. Ezt kimondtam. Mondtam már, ne rendek. Fú, kicsit. Ja, kontroll nem tudtam már abban, hogy... Nem, én nekem nem az volt, neki futottam a falra. Lóba 120 perc mész el. Nem. Hát jó. Hát függe a HP-ja, vagy hányan vagytok. Az nem jelent, hogy a HP-ja is trikk gyorsabban, de a tömeg kevesebb volt a szóló. Nem ölt el. Az 60 ezer sebb bomber. A szólóval az, hogy kifutott a legjobb. Én is akartam próbálni a valóba, és nem. 36, 30 szupportért. Tudjunk el valakért. Ja, nem. Hallod? 260, hallod? Kétszer kéne kisebb húgva, hogy meglépjük. 161-es. Csak izékre, nagyobb elekre, meg izére. Segítsetek, Lice, indulunk el kifelé. Miért beszélünk? Még csak... Még fokozik egy 200-szor a szimulát. Én most ez... Most, hogy kétszer kell, hogy megfaljon. Most így kiégetett. 17. Az meg. Igen. Én elfutottam a világ, itt van. Tessék, kaptok. Most kifinishelek kétszer, tudjak menni rajta. Elnyomok még egy. Gruppot podhatunk egy véletlen nullify. A harmadik live sub. De ezt nem vagyunk. Mob. Nem gáz, de a bombert már kétszer, ez beteg. Ja, izét, energy. Energiát, ha... Jó, csak abból is kicsit leverik. Gyorsan pozíciót letolatta meg. Hát nekem föltölt egy 76. Gyere ide hozzánk. De itt ezt nem akarom itt. Itt van két live. Akkor ezt elnyomom mielőtt. Hagyd kint a waypontot. Most kifog. Mielőtt odaére. Tele van mobbal, bazd. Mindent akarja. Mi van, lefelé egy szintet? Óvatosan. Befussa itt. Köszönöm.
finishert 4-8. 4-8-on, azt nem tűk el bele. Nem hajnal az ott. Jó. Ha se izék amúgy, itt még mindig. Mi véres lett? Lát. A beteg. Lekültem. Nézni nagyon szar. Megöl a méton. Nekem ott van le. Jó, nem, én elköltözök, utálok energy-tani. Állom, meg tudom elmúlni. Nem tudom, hogy hol vettem valami. Geci, kikapcsolni az ulti? Hold el. Ne. Nem kapcsolat, szükségek elkapcsolni. Ez a 114 tudok tikkeltetni a 64. Tudod, nagyon súnyi helyet. Oké, fölküldöm az energy-t. Most kipróbálok egy kipróbálok egy kemen kérdezve, kombos vagyok, hogy mennyi időn. Hol vagy? Nyugodtan esélem. Egyet vártam. Tudod, a nulli felhúd be az meg a izért. Nem kell. Összeszed. Kavi kicsit is. Nem, de izé igen. Nem kell feltölteni. Viszont valami slow motion. Kéne nyitni, vagy nyitni. Kurva nyelve. De valami nem volt, egyszer nem bírtam most. Konkrétan egy tüdesített volna meg. Megvan, hogy kiszlott. Hogy belőle? Én szokt jól nem. Nem látna a lifestyle kis 287-et. Ki? A hegyet. Vagy... Köl, csak... Csak van itt egy mindegy, csak lövöm, azért nem ömlöm. Na jó, vigyük innen szer a lépcsőn. Nem. Leöltétek? De. 190-es. Kiestem, izegyett az energy-m. Kies mob. 187-es. Eximus kiszopkodj. Kipap egy fel, ér. Movement. Move. Menni kellett ezek. Azt kiértettem föl. Föl. Majd halott. Mármint így is kapod az energy-t. Hullom az energiám. Fasz. El kell. Megyek. Mert nem most bújnom, mert most négyet élesztettem egy összes energiám. Azok csak 50-et izél. Baszik. És még 50-et hallom. Unokkádnál van a szám. Dom, azt húzom. Egy sár. Volt. Ki kell menjük. Igen, de live supportunk. Én elindulok. A hajtó mögött a nudliba. Szétvertem a fejét. Ah, hát ez élmény volt. Telibe kinyit a nudli, és nem lázét. A szarját. Két. Kettő. Kérdés, amíg van előrrel, addig semmi, ugye? Feltileg itt él, akkor sem halom, megmaradunk, nem? Ebből mindig feltölteni a hátét és a játék. Nem. Jamat, aha, megáll. Nem. Feltölt mindig ötten olyan szinten szívon. Jön egy nudli. Finisher 300 bomber. 300. És nem halt meg, hanem tudtam, bazd meg. De még kivált elmondni. De már nem beszaladok elnyomni azt. Kérdek, elmegyek én, aztán hogyha van. Kilegyük. Hogy így? Én sem. Sem, Gertz? Hagyjad neki, Gertz? Hát az a neve, hogy Bogzsa. Ember. Lát ez Zuri. Az már elfalult a geci. Hogy komoly, nem sem vagyok. Hogy 102 izgető energy van. 97 energy. Ha pusztulni, mint az... Kamilyen, mert lifestyle van. Ki ne gyere út. Oké, 80, amíg én kiesem. Gyerek jó tudom. Hát, mert itt most geci sok is. Fix egy... 78, nem foglak, de fel. Ja, most ki kéne jönnöm egy úgy időzítve. Jó, kijöttem, geci. Szépen. Gondoltam egy pillanat, akkor villana izé. Feladra. Ugyan szóval felszedtek ezt. A éled a marad. Oké, sem. Jó. Ki ki onnan volt? Gyere, el tud menni valami? Nem, így nem. Nem, de nem. 2 perc éve, na. Nem. Kivillan. Kész, ki kell menni fel. Egy perc 14. Ez először még a shieldünk. Nem elfogyott a shield, mindjárt elfogy. Ez hol kell működni? Fog dánolni itt kint. A ketten ott hagytam. Öt HP megáll. Tudom, hogyha ott ulti. Hallod, miért? Nem tudom, hogy csak visszaszáll. Jövök. Jó,
Mi van? Én eljöttem már ott. Á, én azt estem. Maradjunk. Az energy. Több plétem se. Gyerek. Hány est lett az Axiom? Az 39-es ektem. Gyerek. Én vagyok. Csabi még nem halott, basz. Gyere el onnan, és most vissza. Válj valak, lefosom be. Inkább beugrok, rohagy.